Idén 3107. osztályos diáklány igényelheti az államilag támogatott térítésmentes HPV elleni védőoltást. A tavaly indult védőoltási programban az érintettek közel 90%-a kérte az ingyenes vakcinát. Országszerte összesen 44.000 hetedikes lány kaphat méhnyakrák elleni védőoltást idén, a szülőknek pedig szeptember 11-éig kellett jelezniük az iskolában ezt. Ahhoz, hogy a védettség kialakuljon, két oltásra van szükség, 6 hónap különbséggel. Az oltóanyag első adagját 2015. októberében, a másodikat pedig 2016. tavaszán kapják meg a lányok. Hazánkban 10-szer magasabb a méhnyakrák halálozási rátája, az elmúlt években átlagosan 1490 új beteget diagnosztizáltak. A statisztikai adatok alapján ez a második leggyakoribb rákos megbetegedés a 15 és 44 éves nők körében. A vakcina beadása azért is jelentős, mert már a rákos elváltozás kialakulása is megelőzhető vele. Sajnos van egy olyan tendencia, és már az interneten, akik ez ellen vannak, hogy nem kéne ezt az oltást megadni. Hát én azt mondom, hogy ma Magyarországon több mint 400 nő hal meg ebbe a betegségbe. Több mint 1000 betegszik meg. Ha ezt az oltást 100%-ban megkapná mindenki, és mindenki oltott lenne, akinél méhnyakrák kialakulna, ez a szám 40 alá csökkenhetne. A szakember szerint a fiatalkorban beadott védőoltás 93%-ban nyújt védelmet, de 20 és 30 éves kor után is 65%-os lehet a védettség. Azonban a vakcina beadása után is javasolt a 3 évenkénti rákszűrés. Vendégünk Farkas Sándorné védőnő. A HPV védőoltásokkal kapcsolatos feladatok elsősorban ugye az iskolai védőnőknek adnak feladatot. Mégis mi az, amiben a területi védőnők ezt segíteni tudják, ezt a munkát? Hát, mi abban tudjuk támogatni ezt a munkát, hogy mindenképpen tájékoztatjuk a családokat erről a lehetőségről. A védőoltás lehetőségéről egyébként már is hallottunk, illetve hát tájékoztattuk az anyákat, illetve hölgyeket. Most pedig már nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy ingyenesen megkaphatják azok a lányok, akik ezt igénylik, illetve hát nyilván a szülők támogatásával. Tehát ezt próbáljuk elmondani a családokban, ugye velük vagyunk kapcsolatban nap mint nap, és ilyen módon tudunk segíteni ebben. Mennyire vannak tisztában a magyar nők, lányok ennek a védőoltásnak a jelentőségével? Szerintem egy ideje már ismerkednek ezzel a lehetőséggel, és amikor még nem volt lehetőség ingyenes oltásra, akkor is tegyük már... Tegyük, hogy meglehetősen borsos ára van nagyon, ennek a védőoltásnak. Tehát nagyon drága. Több fázisú oltásról van szó, és ilyen 100 000 forintos nagyságrendről igen, van igen, szó. Igen, hát kezdetekben annyi volt, igen, és 3 oltás volt szükséges a teljes védettséghez. Most már a tapasztalatok alapján elég csak 2, és... Tehát már, mint említettem, korábban is megvásárolták már a hölgyek, illetve a családok, főleg ugye a lánygyermekeknek. Úgyhogy, és hát most ezzel a lehetőséggel már egyre inkább élnek is. Ez a 90%, ez elég magas arány. Igen, ami viszont is kifejezetten a területi védőnők feladata, és szorosan összefügg a HPV védőoltással is, az a méhnyakrák szűrés, ami egy viszonylag új feladat a védőnők számára. Mi a tapasztalat? Mennyire nyitottak erre a nők? Mennyivel könnyebb nekik a védőnőhöz fordulni ezzel a kérdéssel, mint orvoshoz menni? Hát annak idején ez a program ugye egy népegészségügyi programként indult, és azzal a meggondolással, hogy a területi védőnők szoros kapcsolatban állnak a családokkal, és így könnyebben meg tudunk szólítani olyan hölgyeket is, akik nagyon régen voltak méhnyakszűrésen, illetve már le is tettek róla, hogy ők már akkor többet nem mennek, és... Az én saját tapasztalatom az, hogy nagyon sok olyan nő jött már hozzám szűrésre, idősebbek, középkorúak, akik már tényleg nagyon régen voltak, 5 vagy akár 8-10 éve, és amint megkapták ugye ezeket a leveleket, tehát megtudták, hogy van egy plusz lehetőség a méhnyakszűrésre,
nevezetesen, hogy hozzánk védőnökhöz jöhetnek, így jelentkeztek többen már. És lehet, hogy egyébként nem mentek volna el. Egyébként azt mindig hangsúlyozzuk, hogy talán mindegy, hogy hová mennek, az a lényeg, hogy elmenjenek, és ez még egy plusz lehetőség, amivel az a tapasztalatom, hogy azért egyre többen élnek is. Akár össze is tudják kapcsolni ezt mondjuk egy csecsemő tanácsadással, tehát egyébként is mennek, vagy ez egy külön helyen, külön programban szerepel? Igen, ez egy külön tevékenység. Itt Nyíregyházán az egészségügyi alapellátás 3 helyszínen biztosítja a méhnyakszűrésnek a lehetőségét, és miután megkapták a hölgyek a meghívót, felveszik velünk a kapcsolatot, időpontot egyeztetünk, és akkor úgy találkozunk azokon a helyeken. De tanácsadások, csecsemő tanácsadás, várandós tanácsadás az más időpontokban, adott esetben más helyszínen zajlik. De a saját védőnője végzi a méhnyakszűrést is? Igen, területileg oda tartozó védőnő, igen. Mennyire válik szoros részévé egy család életének, vagy akár egészségnevelésének a védőnő manapság, és mennyiben változott a védőnői feladat, ha az elmúlt évtizedekre tekintünk vissza, bár ő még elég fiatal, nem tudom, hogy milyen visszatekintése van a korábbi védőnői munkára. Az biztos, hogy egyre jobban szélesedik a feladatkörünk, tehát én annak idén, amikor még a főiskolára jártam, álmomban nem gondoltam, hogy valamikor valaha is méhnyakszűrést fogok végezni például, de egyébként az egészség tudatos nevelés az tulajdonképpen folyamatosan a munkánk része is, hiszen amikor már egy várandós kismamával találkozunk először, már akkor elkezdjük az egészségtudatos nevelést, és hát utána folyamatosan, ahogy a baba megszületik és cseperedik, ez mindig szóba kerül, és már ugye ő abban nő fel, hogy ugye szűrővizsgálatokat végzünk a gyerekekkel is, tehát ezeket a státuszvizsgálatokat, amikor elvégezzük már, akkor ő ebben nő fel, hogy szűrővizsgálatok azok vannak, azok kellenek, azok nem borzasztó dolgok, nem fádalmasak, és aztán később már adott esetben felnőttként jobban igénybe veszik a különböző lehetőségeket, ami ugye tehát a prevenció szempontjából nagyon fontos. Egészségtudatosabbak vagyunk most, mint mondjuk 10 éve? Én azt gondolom, hogy igen. Az én tapasztalatom az. Nagyon sokszor merülnek fel ezzel kapcsolatos kérdések, akár a gyermekekkel kapcsolatban, családlátogatásaink során, akár még az elején a várandós gondozás során, ugye nagyon fontos az egészséges táplálkozás, de mondhatnám az óvodai munkánkat is, hiszen az óvodákban is rendszeresen járunk a gyerekekhez, és ilyen különböző játékos beszélgetéseket tartunk az egészséges táplálkozással kapcsolatban, fogápolással kapcsolatban, tehát ez tényleg szoros része a munkánknak. Farkas Sándor, én további sikeres és eredményes munkát kívánok minden védőnőnek. Nagyon szépen köszönjük.